Sziasztok, idő lesz után. Újra viccmondás lesz, de ezúttal... helyszínekről lesz itt szó. De csak azokról. Kezdjük akkor. Tudok egy kettes verziót a Medvevárra. Történelmi kérdés, vagy irodalmi. Amit Moriszkától tesznek fel. Hol halt meg Janus Pannonius? A medvének a várában. De tudok egy hármas verziót is. Két medve beszélget egymással. Az egyik medve megkérdezi, mit csinálnál, ha nyernél a lottón? A másik medve válaszol, téglákat vennék, amiből aztán medvevárat készítenék. Hogy hívják a szentpétervári kocsmákat? Szentpétervár! És aki nem tudná, az egy oroszországi város. Egy újabb kérdés, Morzgától is földrajzi. Mi Magyarország fővárosa? Morzgó válasza, Buda és Pest. Aztán még egy földrajzi kérdés. Mi az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb városa? Új York. Két ember beszélgette. Hosszú lettél? Másik válasza. Egy sáros patakban. Most kezdjük, folytassuk egy szombathelyi vicce. Egy kérdezi. Hol kell munkába menned? Másik válasza. Szombatnak a helyén. Térjünk rá most két Budapest kerületi viccre. Mozikától felteszik a kérdést. Hogy hívják Budapest 8. kerületét? Józsiváros. Meg még egyet tudok. Hogy hívják Budapest 19. kerületét? Kicsi Pest! Egy ember taxit hív. A taxis megkérdezi, hogy hova kéne fuvaroznia. A repülőtérre. A taxis megkérdezi, hova? A Ferenc-hegyi repülőtérre. Még egy taxis vicc. Egy tatabányi fickó taxit hív. A taxis megkérdezi, hova? De elfelejtette a város nevét. Gondolkozik egy kicsit, és aztán válaszol. Hatványba! Tényleg ez egy hatvani vicc. Egy férjet felhívtak, hogy a felesége kórházban van. A férj megkérdezi, melyik kórházban van a felesége? A válaszuk, Írseknek az új várában. Az utas felszáll a buszra, ahol a sofőr megkérdezi, hová kéne a jegy. Az utas válasza, a Dunai Szerdai helyre. Szlovákiai város, aki nem tudná. Két ember beszélgető. Egyik megkérdezi, hossz lettél? Másik válasza, Győrben, Mosonban és Sopronban. Hogy hívják a hamburgi kacsa vállalkozást? Hamburg! Egy történelmi kérdés, amit Borzkától tesznek fel. Talán felteszi a kérdést. Hol halt meg Zrínyi Miklós és első Szulejmán szultán? Borzka válasza.
Egy szigeti bárban. Ha Oxfordot varázslók szállnák meg, hogy neveznék el azok a mágusok azt a helyet? Roxford. Értitek? Roxford. Nem Roxford. Aztán szerintem egy temetési kérd. Temetési mondott. Két ember beszélget. De egyik meg szomorúan közli, hogy meghalt a nagymamád. A másik felteszi a kérdést, hogy hol fogják eltemetni. Az elsőnek a válasza. Tisza újvárosában. Van egy spanyol dudás, akitől felteszik a kérdést, hogy hol lakik. A dudás válasza Budapesten. Itt Duda. Mocka el akar menni a szüleivel Balatonra. Végül a szülei megteszi a kérdést, Balaton melyik részére akarnál, hogy fürödjünk? Siónak a... Mocka válasza? Siónak a fokában! Jó, fejezzük be ezt egy kop-kop vicce. Kop-kop, ki az? Márton. Milyen Márton? Túrót szed Márton! Aki nem tudná, ez egy szlovákiai város. Egybe kell ezt mondani. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. Lehet, hogy még több ötletem is adódik a városokról, de majd meglátjuk legközelebb. Úgyhogy sziasztok, és ne felejtsétek el feliratkozni.